Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban. A gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a mai este folyamán Kis Jánossal, magyar futszál szakemberrel fogunk beszélgetni. Sokan talán a bernini látogatásáról ismerik, pedig ötszörös magyar futszálbajnok edzőként nem mellesleg több jelentős szakkönyvet is írt. Őszinte, egyenes, szókimondó és nagyon beszédes ember. Fele fogjuk folytatni egy kis zene után. Ez itt még mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, és a ma esti vendégem, ahogy említettem, Kis János, aki már itt is van a vonal túlsó végén. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, neked is sok szép jót kívánok, és remélem a hallgatók is végig tudják hallgatni, amit beszélünk. Nos, hát te ugye a futszál területéről érkeztél, úgyhogy nagypályás labdarúgó is voltál, de azért futszáloztál is. Melyik áll közelebb a szívedhez? Mindig is a futball állt közelebb. Aki a fűszagát megérezte, főleg amikor a fű nyírás után lementünk a pályára edzeni vagy futballozni, azt nem lehet elfelejteni. Én mindig is futballista leszek, és annak is vallom magam. Ugye a futszál az egy viszonylag egy fiatal sportág, főleg a nagypályás labdarúgáshoz képest. Ez azt jelenti, hogy még gyerekbetegségekkel küzd ez a sportág, vagy szerinted már a kialakult úgy, mint a végleges szabályrendszer, akár az erőviszonyok, akár a sportág népszerűségének ez a teljes csúcsa? Nem, ez biztos, hogy nem. Tehát pont az elsőre rá is tapintottál, tehát mindenképpen a szabály, amit már érdemes lenne egy kicsit a szabályt már modernizálni. Tehát most már kialakult egy olyan mérkőzések, tehát olyan történések történnek a pályán, például az, hogy tudják húzni az időt, fölmennek 5-4-be. Tehát lehet, hogy el kell gondolkozni, hogy bevezetni például olyanokat, hogy a támadás 30 másodpercen belül be kell fejezni, 5-4-nél például, érted? Tehát egy ilyen labdát, tehát ne használják arra, hogy elviszik a játékot egy ilyen pipogya semmibe, tehát hogy tartják a labdát, mert 5-4 ellen meg lehet tartani, egy magas képességű játékosok meg tudják tartani a labdát. Tehát én azt mondom neked, a sportág, amilyen fiatal, mint futtál, mint játék, azon már érdemes reformokat elgondolni, sőt, megmondom őszintén, én már el is gondolkoztam egy-két ilyen újításról, amit mindenképpen, vagy ugyanúgy be van vezetve, hogy faltok, 6 falt után kibüntető. Én például el tudom képzelni, hogy 6 falt után eldöntik azt, hogy egy percen lemegy, aki csinálta a szabálytalanságot, és egy percen belül bejátszanak, vagy rúgnak egy kis büntetőt, érted, hogy miről be. Tehát ez sokkal érdekesebbé tenni, és eladhatóbbá tenni a futszál. De soha nem fogja a futszál a futballt elnyomni, mert azért 80 ezer néző, vagy 3 ezer nézőt, azt ugye nem kell mondani, azért az a különbséget látni kell mindenképpen. Említetted, hogy egy esetleges támadó idő bevonása az az idő húzást ugye megoldaná, de ez a játéknak a szabadságát nem húzná keresztbe? Hát figyelj, a vízilabdánál, a kosárlabdánál ez teljesen fölgyorsulnak az események. Tehát ezt meg kell vizsgálni, gyakorlati példába kell berakni. Tehát ki kell próbálni, meg kell nézni a ennek a hasznát. Tehát ne felejtsd, azért meg mondod bele, hogy 5 percig tartja, fölmegy a kapus, 5 percig tartják a labdát, hogy valaki átmegy a túloldalra, és 5 percig áll a játék négyen szembe, és ezek adogatnak. Mind a kettő sérti a magának a játéknak a belsejét. Jól mondom? Jól. A futszállal kapcsolatban ugye mindig azt látjuk, hogy ez egy nagyon látványos sport. Mégis igazából én azt látom, hogy nem olyan kíváncsiak rá, még a tévénézők se, és nyilván itt nem az kell nézni, hogy 80 ezeres arénát megtöltsenek, de mondjuk egy 3-5-10 ezeres csarnokot azért mondjuk a világbajnokságok azért megtöltenek, de mondjuk a hazai bajnokságon alig lézeng néhány ember. Ez igaz. De megmondom őszintén, tehát én úgy gondolom, hogy a tévé nem adja vissza azt a hatalmas energiát, amit. Tehát ez az az egy sportág, amelyik 20-40-es pályán ennyi emberre próbál. Tehát akár a kosár, kézilabda, sokkal többen vannak a pályán,
sokkal többen harcolnak a pályán, mint a futszálba. Tehát ezzel a területen egy ilyen kevés emberrel igazából a tévé nem adja vissza azt a hatalmas fizikai munkát, amiben ezt élőbe kell látni. Élőben sokkal élvezetesebb ez a mérkőzés, tehát nagyon nehéz. Erre mondtam neked, hogy lehet, hogy egy ilyen oda-vissza kapással, tehát amikor a játékszabályon javítunk, akkor lehet sokkal látványosabbá tenni, de teljesen egyetértek vele, tehát én is úgy érzem, hogy egy kicsit eladhatóbb lenne, de úgy érzem, hogy nem kell a futballt letörni. Ez pont arra jó, ennek a sportának a szerelmesei lássák. Tehát ez jó, az másképpen, hogy javítani kéne a körülményeken, tehát hogy több legyen. A Magyarország meg, hogyha fölmenne, tehát ne felejtsük, följebb menne a magának, a futának a technikai és taktikai képesség alapján, följebb menne ennek a varázsa, illetve vannak a tudás, magasabb tudású játékosok, akkor sokkal több néző menne ki, mert ugye élvezhetőbb lenne a játék. Hát igen, de mire lenne szerinted szüksége a futszálnak ahhoz, hogy mondjuk az aranykorát élhesse mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten? Hát figyelj, először is, tehát Spanyolországba, akár Brazíliába, vagy akár Oroszországba egyre, nemhogy népszerűbb, teltházakkal mennek a mérkőzések. Tehát magyarul ott már elérte azt, mi azért ne felejtsd el, egy 15 éves lemaradásban vagyunk, vagy maradunk is végig, az valószínűleg, hogy így folytatjuk. Tehát ez, ebben nem lesz gond. De az, hogy ott például, mit mondjak, most például aztán az elkozó Barcelona meccset, ennyien még nem nézték, az interneten nézték, több ezer ember nézte, élőben is, interneten is, és a közvetítése. Tehát magyarul minden évben egyre magasabb szinten van a futszál elismerése azokban az országokban, ahol ugye ez magasabb szinten ügyik. És az érdekes, hogy ezek majdnem a vezető országok a futballban, ez a következő érdekessége a dolognak. Tehát magyarul, ahol magasabban van a dolog, ott teljesen elismerés van. Több ezer, tehát most a legutóbbi meccsen mondom, több ezeren nézték az interneten és az élőben is, ami azt mondom neked, hogy megvannak ennek a varázs, amit át lehetne vinni a mai magyarba is, például a magyar futszába is. Futszáról már volt szó többször is a Gólterápia című műsorban. Például Mezei György mondta, hogy a futszát és a nagypályát, a nagypályás focit nem szabad összekeverni, ez két külön műfaj, mind a kettőt lábbal, labdával és kapura játsszák, de ez teljesen elválasztható egymástól. Szerinted ezek a gondolatok mennyire állják meg a helyüket? Bevallom őszintén, egy-két szóban reagáltam is erre, de én ezt nagyon érdekesen mondom, hogyha a magyar vagy a spanyol futballban van egy Javier Lozano vezető, még azt mondom fiatal ember, maradjuk annyiban, jelenleg ő a spanyol futball szövetség elnöke, ő néhány éve a Real Madridnál volt, mint szakmai igazgató. Hát a Real Madrid szakmai igazgatónként nem hiszed el, de akkor azt mondta, hogy a futball egy kicsit különbözik a futballtól. Vagy néhány év múlva megváltoztatta, és ma azt mondja, hogy a futball hatalmas segítséget ad a futballnak. Tehát magyarul Mezei Györgynek is azt ajánlom, ha megismeri a futball versenyt, és rájön, hogy nem csörrel, meg sarokkal, meg spiccel, meg stb. Végzendő, hanem itt nagyon komoly taktikai, játékos képességi dolgokat lehet átmenteni, akkor ő is fölül fogja bírálni a maga döntését, vagy a maga gondolatát a futcáról. Hogy a Javier Lozano ma már ugye teljesen azt mondja, hogy a futcá hatalmas segítség a futballnak, így a Mezei Györgyön is simán változhat ez a vélemény, hát csak meg kell nézni, meg kell érezni, és meg kell neki magyarázni, hogy értse, amiről beszél. Ugye egy kicsit megerősítsem azt, amit te mondasz. Írtál egy futszál fejlesztési tervet, ahova gyűjtöttél össze nagyon jó idézeteket, például Cristiano Ronaldo írja, vagy mondta, hogy gyermekkoromban Portugáliában csak futszáloztunk, futszál nélkül sosem lett volna belőle milyen játékos, vagy hogy Lionel Messi szintén hasonlókat mond, gyermekkoromban Argentínában futszáloztam az utcákon és a csapatomban is, rendkívül élvezetes, és segített, hogy idáig eljussak. Na most a futszál miben tud segíteni egy nagypályás labdarúgónak? Én az egyik könyvem elejére azt írtam, hogy a futszál a tudatos teremlabdarúgás csúcsa. Tehát a futszál a 4+1-nek a száma is adja, olyan tudatos mozgásokat, olyan tudatos rögzített helyzeteknek a végrehajtását dolgozza bele a játékosba, amit amikor kivisz, most megvennétek a Messi, olyan megtévesztőket csinál. Ugye jobbra elindul, ugye ballábas, balra filét visszakapta, és ezeket bepasszolja. Ezeket láthatunk tőle a meccsen, ezeket a mozgásokat, de ez csak az vezet észre, aki ebbe benne él. Hát aki a futszálba benne él és látja.
Tehát még egy váratlan, akár egy furkónak, vagy akár még egy nagypályás szakember se vett észre, ezeket tudatosan 14 éves koráig beletáplálták, és olyan előnyt élvezett most a nagypályás labdarúgásban. Hát most megkaptam annak meg, amikor Cristiano Ronaldo, de a Zeedorf is olyan dolgokat tett, hogy ennélkül nem lehet létezni. Tehát akkor fogadjuk el tőlük. Tehát én mindig azt mondom, neked azokkal nem kell vitatkozni, tehát nem kell Cruyffal, nem kell Messivel, hát itt vannak a példák, ők mondják, akkor ezt akár a magyar, akár a külföldi edzőnek el kell fogadni, a külföldi szakembernek, hogy ez biztos így van. Tehát én szerintem hatalmas segítség lehet a futballnak, hogyha azt a teljesen futkál nézetből nézzük. És erre mondom, ez tudatos. Tehát itt nem ösztön, az ösztön csak később ér. Tehát értsd meg, hogy akkor tanítjuk, akkor az, hogy a jobb lábas átmegy bal oldalra, a futtálba, a majdnem a 60-70%-a így folyik. Még a futballba, hát hány ember van, aki jobb oldalra? Robben van, akár a Ribéryban, vagy a Messi van, akiket teljesen látunk, hogy fordítva állnak. Jól mondom? Igen, hát a tükörszélsőkről beszélsz. Igen, a tükör gyönyörű szép névez is, de igen, én fordított felállást írok mindig, hogy jobb lábas bal oldal. Ballábas jobb oldalt, én ezt így tudtam leírni. Igen, Magyarországon a szakkommentátorok mostanában hasonlóanak este ugye Storknak az ilyen taktikai megmozdulásaitól, pedig azt hiszem, hogy ez mind a futszálban, mind a nemzetközi futballban ez teljesen természetes. Te hogyan látod egyébként, hogy a magyar futballedzői szakma milyen szinten áll a nemzetközi szinthez képest? Megvan az első nehéz kérdés. Minden sértés nélkül, minden olyan nélkül, tehát én mondok egy példát, most mondtad a Stork példáját, tehát a magyar válogatott egy jó ideje, mondjuk a Dzsudzsákot próbálja jobb oldalt játszatni, és szerintem bal oldalt a Dzsudzsák Európa 5 legjobb vonal szélsőjének tartozik. A jobb oldalt meg a 174-nek. Tehát magyarul nem tudja végrehajtani, amit a Messi csinál. A Messi legalább 2-3-szor tolja be, és a legutolsó esetben lövi el. A Dzsudzsák betolja, és már lő. Tehát itt a kettő nem ugyanaz, mert amikor egy oldalszélső oldalról elindulunk, és befelé megyünk, akkor kivonzunk az embereket, és bármikor akár a túloldalra átjátszhatjuk, amit ugye sose lát ilyenkor az ellenfél, mert mindenki a labdásra koncentrál. Na most ezt kell látni néha a magyar edzőknek is, és így jöttem. Tehát én úgy érzem, hogy a Stork esetében, a magyar vállalkozóban ez egy nagyon-nagyon félresikerült dolog, mert nem úgy áll, és nem úgy működik, hogy kell. Na most akkor így nézzük a magyar futsal edző, vagy a magyar edző, nem futsal nagypás edzőket. Tehát ahhoz először olyan játékos kell, aki végre tud hajtani. Tehát nem a mindig a játékosok tudása dönti el a taktikát, nem az edző tudás és edző elképzelése, mert ha egy csapatban nincs olyan játékos, aki jobbról be tud menni, ballábasként be tudja vinni, vagy ugyanúgy fordítva a másikba, akkor ezt nem lehet megcsinálni. Na most a magyar edzők ezek után próbálnak ilyeneket csinálni, én azért elég ritkát látok ilyet, tehát szerencsére azért ragaszkodnak, de ne felejtsük el, hogy a magyar NB1-ben például csak 6 darab magyar edző van, és 6 darab külföldi edző van. És mondom, tehát itt a legfontosabb, hogy az vegyék észre, vagy az veszik észre szerintem, és ezért ragaszkodik a magyar edzői, úgymond edzők, a magyar edzők ragaszkodnak ahhoz, hogy úgymond rendes, normális szélsőkkel játszanak, és egy olyan játékot játszanak, vagy inkább kontrajátékot játszanak, mint hogy három csatárral. Hát nem talán nincs is olyan magyar csapat, amik három csatárral látod. Amelyik előírná mondjuk ezt a fordított felállási lehetőséget is, érted, hogy miről. Tehát magyarul mi mind úgymond játékban lejjebb vagyunk, tehát én úgy érzem, hogy magyar csapatok még nem képesek ezt végrehajtani, mert nincs olyan játékosuk, amelyik van. Ezért én nem érzem, hogy ebben a magyar edzők le vannak maradva. Igen, ugye, amit említettél, hogy magyar csapatok általában védekező stílusban játsszák a mérkőzéseket, és emiatt mondhatjuk azt, hogy és nagyon sok mérkőzés nézhetetlen az NB1-ben, sőt nem is olyan régen volt olyan, hogy a félidei mérkőzések eredménye mindegyik mérkőzése 0-0 volt. Hát azt hiszem, hogy ez nem egy néző csalogató játék. Igen, igen, hát itt mondhatjuk azt, hogy ne felejtsük el, tehát ahhoz, hogy támadó játék jön létre, ahhoz azért sokszor nem elég az egy csatár. Tehát tényleg csak egy kontrajáték, alig várja, hogy hibázzon valaki, és akkor lekontrálta, próbálja végigvinni a meccsbe. Hát ez biztos, hogy nem. Én megmondom őszintén, ha reméltem ezt a kérdést, hogy nem tetted föl, nem is kerül, de nagyon-nagyon kevés magyar meccset nézek. Mert egyszerűen nézhetetlen, felfoghatatlan, hogy ilyen úgymond
játék szisztémával, vagy gondolatokkal akár meccseket lehet. Hát befejezve, valahogy azt érzem a magyar emberben, hogy itt az számít, hogy bajnokok legyünk. Ami azért persze számít, mert én is nyerni szeretek, de hát ezt lehetne egy kicsit feljebb, följebb tolni. Tehát mondok egy példát, hogy föl tud állni a Ferencváros úgy, hogy három csatárral, de egyik minden három középcsatár. És erre három csatárt fölküldünk, és a két szélső is középcsatári dolog. Tehát nem arról van szó, mint a magának adná be a labdát, érted? Tehát ez teljesen mozgás. Tehát egy ilyen játékot tényleg szélső kellenek, hogy csatára tudja befejezni. Érted? Tehát ezért nézhetetlenek így a magyar meccse szerintem. A támadó játékot egyébként az határozza meg, hogy hány csatár van a pályán, vagy inkább az, hogy hány támadó szellemű játékos van a pályán, vagy sokkal inkább az, hogy hány játékos ér föl a támadásban az ellenfél 16-osára? Hát volt ilyen meccs, nem mondok nevet, de volt egy meccs, hogy a fél időben nagyon szimpatikus volt a játékos, ő egy középpályás játszott, és azt mondta, én vagyok legelő középpályásként, hát nincs is sanszunk, hogy megnyerjük a meccset. Tehát magyarul már úgy álltotta fel a csapat, hogy mondjuk 4-4, érted, ember, ahogy, és akkor maximum maradt egy vagy kettő ember, aki az is még két részed, hogy följusson ugye az ellenfél. Tehát egyszerűen nem tudnak föl eljutni odáig. Tehát figyelj, a fölállítás megszámítja, mert tömegetlenül én bevallom, hogy nem értek ezekkel egyet. Tehát én mindig volt egy nagyon kedves is, mert ezt kiismerem mondani, a Kovács Kálmán mondta egyszer. Ide figyelj, Jani, nagyon tetszik az, hogy mindenki azt mondja, hogy 4-4-2, meg akármi. Tévedés, ha öten támadtak, akkor mi 60 védekeztünk. És amikor éreztük, hogy kell előre menni, akkor annyian támadtunk, amennyire éreztük, hogy üresen kaptunk labdát, és ebben én neki adok teljesen igazat. Tehát itt hiába álltanak föl engem, mondjuk például, hogy 3-4-3-at, csak mondok egy példát, ha 4 csatára jön az ellenfél, akkor én nem védekeztetek 3-ba, tehát fölül kell írnom azt, amit én fölállok. Jó, mondom? Hát egyszerű. Számomra teljesen logikus. Itt igazából én azt látom, hogy a szakmai vélemények nincsenek ütköztetve Magyarországon. Tehát, hogy egy-egy szurkoló, egy-egy néző, meg a saját véleményeiket mindenkitől hallja az edzőktől, de ezeket nem ütköztetik igazából egy fórumon, és így a nézők nem feltétlenül tudják lekövetkeztetni, most akkor kinek van igaza, mivel nem vagyunk szakemberek. Szerinted lenne erre igény a szakembereknek a magyar futballban? Szerintem a legfontosabb és a legfontosabbat mondott, én úgy érzem, ami most nem akarok senkit megjelenteni, de amilyen szakkommentárkodás folyik a magyar futballban, majdnem ugyanazokat az arcokat látjuk, nem ütköztetjük. Tehát mindig azt mondom neked, élvezetten néztem az olasz közvetítéseknek, amikor vége volt a bajnokság, ugye bocsáss meg a bajnoki fordulónak, akkor éjjel 11-kor elkezdődött a dolog. Volt ott játékvezető, de volt olyan, aki a játékvezető, a szisztémákat végigbeszélték, hogy melyik 11-es mi volt. Ő olyan szakember, aki mondta, hogy a támadás, ez a másik, a védeket, olyan ütköztetések voltak, minden centét élvezte. Én, aki nem értettem az olasz, élveztem az egészet, mert ő a képekből is éreztem, hogy miről van szó. És én úgy érzem, hogy a jelenlegi azért, hogy ott maradjon és ott van, nem ütközteti a véleményét, és nem merik kimondani azt, amit a meccsből ki lehet szűrni, akár az, hogy bepisével fociztak, akár nem volt semmi látványosság, hanem mindig ugyanazt a sablont hallgatjuk. Mindig a megfelelést, hogy mekkora nézőközönség és mekkora sikere volt ennek a meccsnek. És közben egy-egy meccset találtunk, ami élvezhető volt, a többiben nem, mert a sablókat halljuk. Ugyan, ami pont ez lenne a fontos, hogy merjünk behívni embereket, és azok merjék kimondani a véleményüket a mérkőzés, és ütköztessük ezeket, mert a jó vita viszi előre a tudást, a fejlődést. A szakkommentátoroknak az lenne a feladata elsősorban, hogy a nézőnek elmagyarázzák azt, hogy mi történik a pályán, és nem csak azt, hogy akkor elmondjuk, hogy akkor Messi beadta és Suárez befejelte és gól. Ugye, de én úgy érzem, hogy most nem akarom mondani, én látok olyat, hogy akár futszálba, akár nagypályán, látok olyat, hogy leül oda, ha én az ő tudásával ennek le sem mernék ülni. Tehát én azt mondom neked, hogy el kell adni a nézőnek is, hogy élvezhető legyen, de hogy például a futszát, vagy akár a labdarúgást tovább tudjuk adni, hogy érezzék ezt, hogy miről szól, akkor olyan titkokat is el kell mondani, amit talán ő se vesz észre, vagy más se vesz észre. Tehát én voltam olyan képzésen, ahol elmentem és föltettem egy videót, 4-szer lejátszottam, és a 4-ből 4-szer a 60 emberből senki nem jött rá, hogy én mit mutattam, mi az a kettő, amit nagyon fontos, hogy észrevegyenek. Tehát itt a edzők között is, de a szóval, ha ezt megmagyaráztuk, akkor több tudást és több hozzáértést adunk, nem? Tehát ez lenne a lényeg a szakkommentátorásnak szerintem.
De én azt látom, hogy Magyarországon, ha egy futballszurkoló szeretne érteni a labdarúgáshoz, akkor önképeznie kell magát. Mit tudnál javasolni egyébként ezeknek a futball szerető szurkolóknak, hogy hogyan nézzék a meccset? Gondolok itt arra, hogy nem feltétlen csak a labdás játékost kell nézni a meccs közvetítése közben. Igen, itt a legnagyobb probléma az, hogy ugye általában a kamera azért a labdás játékost viszi, és nincsenek olyan kamerák, amikor láthatnánk, és ezért kell az élőben nézni a meccset, és akkor tudunk igazából véleményt szolgálni erről. Akkor a kamera azért befolyásolja ezt a dolgot. Most már egyre keményebb jó visszajátások vannak, körben megy, például főleg a spanyol ligában most már egy nagyon jó kamerarendszer lépett, akár 3D-ben körben megy, és megmutatja, hogy onnan a labdát, amit nem is láttunk, hirtelen megmutatja, és visszaadja azt a gondolatot a meccsbe, ami van. Én azt mondom, hogy amik most a spanyol, ahogy küldik most a spanyolok nekünk, ez már élvezhetőbb sokkal egy nézőnek. Na erre kéne az igazi szakkommentátor, aki érezni, hogy most mi is történt. Mert ugye pont a legutóbbi meccsen egy pillanatra eltévedek, hogy az espanyol ellen játszott, egy olyan zseniális indításból, olyan egy bal külső csőrrel vett át labdával, olyan előnybe került, hogy 6 másodperces pontát vetetett a Barcelona, és minden tökéletesen, mint egy törvény fejezte be a kontratámadást. Élvezet volt elmondani, és egy több oldalról bemutatva az átvételt, utána, vagy először az indítást, az átvételt, ami pont ott állt, pont be a mérdel, pont a hosszú sarokba, mind egy szag dolog, amivel, mivel egy tökéletes végrehajtás volt, egy tökéletesen át lehet adni, hogy na így néz ki egy kontratámadás teljesen ki. Ezt nem tudom, hogy láttad-e, de hogy emlékszel, de ez egy csodálatos esemény volt. Nagyon fontos, amit mondasz, hogy a látvány mögött meglássuk a futballnak a törvényeit. Ezt kicsit ki tudnád mondani, hogy mik a futballnak a törvénye, amit észre kéne venni mind a szakembereknek, vagy akár a futball szeretőknek? Hú, ez lesz a leghosszabb és ez a legkedvesebb kérdésem. Tehát mindenki most már úgy rak engem itt el, hogy én a törvényeknek vagyok a híve. Tehát mindig azt mondom, amikor elmegyek és valakivel beszélek, vagy jót vitázok, hogy mindennek az életnek, hogy Einstein felálltotta a világegyetemnek a törvényeit, a gravitáció törvényeit, a futballban is minden egy törvénynek a alapján megy. Egy belsőnek, belső sugásnak, egy külső sugásnak, egy labdalevételnek, mindennek megvan, ha ezt nem úgy végzed el, nem oda rakod a lábad, nem úgy lazítod a lábadot, hogy ez nem fog létrejönni. Hát mindig ezt így mondom, amikor egy barátommal beszélek, hogy ugye kocsival mész haza? Mondja, igen. Hát akkor melyik oldalra jut be? Hát a bal oldalra, már ez is egy törvény. Tehát ott be kell, jó, nem Angliában vagyunk, ezt ne felejtsük el, tehát itt Magyarországon, különben nem fogja a kormány megtalálni, és soha nem megy haza az autó. Én a futballban is így gondolok. Itt a legnagyobb probléma, én azt látom a futballban, hogy először is semmilyen oldalról még nincsenek tisztában, úgy még a szakemberek sincsenek tisztában, amit a Johan Cruyff képvisel. De felejtsük, a Johan Cruyffnak van egy 27 pontos törvényei, ami nem a futballtörvények, de abból 5-10, mai napig megállja a helyét, mint futballtörvény. Tehát mint annak a gondolatnak, annak a végrehajtásának a legjobb döntése. Én ezt hívom törvénynek a futballban. Tehát ugye nem kell mondani, hogy a labda, hogy pattog, nem tud másképpen, mert a földön vagyunk, és a gravitáció befolyásolja, meg a levegő ellenállása, és nem tud fölmenni az égbe, mert nem tudjuk fölrúgni is, mert nem engedi meg se a légellenállás, se a gravitáció, stb. Na ez a futballban is ugyanígy működik. Én mindig ezt úgy mondom neki, hogy a futball a legnagyobb probléma az, hogy nem a labdából indul el. Most mindenki mindenhol el van, pedig a labda törvénye, a labda akár a pattogása, mindennek és a játékosnak, ahogy hozzáér a labdarúgó a labdához, ennek a törvénye alapján működik a labdarúgás. És bárki ettől eltávolodik, akkor valami hazugságban megy át. És én ezt talán a Johan Cruyff kezdeményezte először, csak ne felejtsd el, ezt semmelyik edzőképzésben nem tanítják. Ez nem is példa, amit ő mond. És ahogy te most rákérdezted, tehát én nálam az élet törvényeit fölvetettem a labdarúgás fizikai törvényeibe. Érted, hogy gondolom, hogy fizikai? Tehát ami itt a föld megenged, és az ember kapcsolatának a... És én egy kicsit innen vezetem le a labdarúgást. Tehát amikor én gondolom, azt mondom, hogy törvénynek, azt mondom, hogy belsősnek, a külső sugásnak, a védekezésnek, a támadásnak, a labdatartásnak, mindennek megvan a maga törvénye, amit ha nem tartasz be, akkor a labda elpattan, nem ott fog érkezni, nem oda fogod passzolni, nem veszed át. Így érthető volt, amit mondtam körülbelül? Szerintem minden hallgatónak érthető volt. Térjünk vissza egy kicsit a futszára. A futszál képzés milyen pluszt tud adni egyébként a nagypályás játékosnak? Tehát itt konkrét dolgokra gondolok. Igen, most egy gyorsan kezdve egy kicsit helyre kell raknom ezt a dolgot, az én nézetembe. Tehát én most már elég idős, tapasztalt ember vagyok. Végjártam, voltam játékos,
ifi játékos, voltam felnőtt, kiöregettem, voltam futszájátékos, lettem edző, voltam játékvető, tehát magyarul végigjártam az összes ranglétrát, amit lehet érteni. És lehet tudni, egyet mondok, valami történt 20 éve körülbelül. Valami elpattadt a képzésbe. És soha az érben nem beszélnénk a futszáról, és ezt gyorsan ki akarok jelenteni, hogy egy picit el vagyunk tévedve. Hogy lássad, hogy én a futballt védem, és a futball adja a gondolkodó. Én úgy érzem, hogy az én életemben, amikor én tanultam, még az utolsó tanításokban, igenis precízen megmutatták, hogy hogyan kell elsőbe rúgni, hogyan kell átvenni, mit kell csinálni egy szélsőnek, miért kell mögé futnom a játékost, akit majd le fogja nekem passzolni. Tehát átadták nekem, teljesen részletesen átadták a képzésnek a gondolatit. Biztos, hogy nem mindent valósan, de az én edzőim, akik csinálták, ezt teljesen jól csinálták. Én úgy érzem, hogy körülbelül 20 éve teljesen elment a képzésünk, elment ettől a vonaltól. És egy teljesen más, majdnem azt mondom neked, egy ideológiai, egy olyan, mit mondjak, állandóan az, hogy hogyan viselkedünk, pedagógia, mindenfajta olyan dolgok kezdenek el tanítani, és közben elfelejtik, hogy hogyan kell a belsőt, hogyan kell a külsőt elvégezni. És így jött képbe a futszál. A futszálnak az igazi története az, hogy kirúgták a nagypályás edzőket, és hát maradt nekik a futszál, és átmentek a futszálba edzősködni, mert ugye ez nem volt edzők. Jó, mondom ezt körülbelül, és ilyen játékosok is érkeztek az elején a futszálba, akik kirúgtak a nagypályáról, az elment futszálon és próbált. És most jön az érdekesség. Ezek a futszál edzők, hogy megmutassák, hogy többek van, elkezdtek agyalni, és egyre komolyabb lépéseket tettek, mert volt egy kényelmes futball, ahol mindenki kényelmesen csinálta a maga dolgát. A futball, és a futballképzés egyre lejjebb ment. Tehát a részletes futballképzés. Tehát ma már mindent meg akarunk magyarázni, mindenfajta videós, gyakorlati bemutatás nélkül, hogy hogyan kell a futball egyes elemeit, ahogy mondtam neked, az egyszerű kis törvényeket is hogyan kell végrehajtani. Ezt eltűntek. És így jött képbe a futszál. És most elkezdtünk hangoskodni, és elkezdtek ezek akár a futszál edzők is hangoskodni, és most engem is belevezetett, én mondom, inkább még mindig futballedző vagyok, és azt mondjuk, hogy elnézést, de hát nálatok nincs olyan, azért mutassuk, mert is ez történt. Így, ha érthető, főleg Magyarországon. Másképpen gondolkozik egyébként egy futszál edző, mint egy megszokott nagypályás futballedző? Egy picit igen, mert itt részleteket látunk. Tehát itt van egy olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy támadásvezetés. Én rájöttem ebbe a 15-20 évben, amikor egy edzősködök, rájöttem, hogy nálam már nincs is támadásvezetés. Tehát én nem tanítok egyben egy támadásvezetés, ugyanis mindig elfelejtik, hanem a részleteit tanítom meg. Kényszerítő, visszamondás, és a többi. És ebből a négy részletből én azt mondom, hogy a játékos, ha megismeri ezt ösztönszerűen, tehát magyarul mindegyik fázist jól tanítom meg, akkor összerakja magától, és alkalmazni fogja abban a pillanatban, amikor az történik. Tehát én azt mondom, hogy a igazi futszáledző a pici részletekben látja a futballt, és így rakja össze. Tehát magyarul sokkal magasabban látja a kis részleteket, mint magát teli meccset. Milyen alapképességekkel kell rendelkezni egyébként egy jó futszáljátékosnak és egy jó nagypályás játékosnak? Ugyanabban. Ez teljesen, akár itt meri félrerakni, egy különben bármelyik futszáljátékos, aki megmondom neked őszintén, kimenne a nagypályára, és itt majd van egy picit évedés, amit lehet, az nagyon magas szinten megállná a helyét a futballban, mert a futball és a futszál az én szememben egyforma. Egyetlen egy, a képességtől függ. Tehát pont nemrég volt egy előadás, és itt teljesen, illatkozóknak tévesen gondoltam meg, tehát nem az dönt el, hogy hová nézek, hanem hogy a képességem szerint meddig látok. Érted a különbséget? Tehát ha én például megmondom, hogy olyan játékos voltam, mivel a képességem 20-30 méterig tartott, tehát oda tudtam pontos labdát adni, oda tudtam, tehát én toltam a labdát. Az én képességeim 20-30, láttam én az 50 métert is, mivel nem tudtam oda rúgni, tehát nem vehettem fel ezt az oldalt, hogy 50 méter. Tehát magyarul, ugye a futball és futszál teljesen, én azt mondom neked, hasonló játék intelligencia kell. Egyetlen egyáltalán a futszálban sokkal gyorsabb döntéseket tud átvenni, és azt tudja alkalmazni, tehát ugye egy gyorsabb fejlődés van, de az intelligencia, a képesség dönti el, hogy a nagypályára kimegyek, tehát a Messi azért mondjuk egy jó játékos,
mert a 3 métert és a 70 métert, vagy 60 métert ugyanúgy látja, mert egy lépésről 60 méterre úgy indítja pontosan az ember. Tehát itt a képesség, amelyik játékos átlát a túloldalra, az át is tudja rúgni. De csak az nézzen át is tudja rúgni. Tehát aki bárki bármit gondol, hogy én azért, mert ezt gondoltam, ilyen stíluson van, és csak 20 méterre látom, ez tévedés, mert a képességben akár az angolban, vagy akár a barcelonán is látszik a 60 méteres passz, aki el tudja rúgni, az be fogja rúgni, mert lát odáig. Ez így tiszta volt, érthető volt. Azt hiszem, hogy érthető volt. Nagy Ádámról például tudjuk, hogy ő futszálos múlttal is rendelkezik. Az ő játékában ez hol fellelhető? Megmondom őszintén, nemrég pont volt is kapcsolat ebben ügyben, és a Nagy Ádámnak is, megmondom őszintén, én szimpatizálok a mozgásával, mert követlenül kilométerekkel messze van a futszától. De föltalálható benne olyan emberek, tehát a két játékos közé való megjelenés. Hamarabb észleli, tehát én megmondom neked, főleg a labdaszerzésben látom azt, hogy megelőző szereléseket alkalmaz. Hátulról váratlanul megjelenik. Megmondom neked, most sok mindent végignéztem valami miatt benne. Megmondom neked, nagyon sok a magyar viszonylatban, sőt akár nemzetközi viszonylatban is jó dolga van, ami értékelhető, és ez főleg a labdaszerzésben, észlelésben, tehát hamarabb észlel helyzeteket a Nagy Ádám, mint a magyar átlag futballista. Sőt, nemzetközi szinten elég közel áll. Tehát ez a legnagyobb előnye a Nagy Ádámnak jelen pillanatban. Tehát olyan mozgást tud végrehajtani hamarabb, amivel ő hamarabb látja, amivel előnybe kerül a társaival, és az ellenfélet nem be. Ez így. Én, amit az ő játékában látok, és mondnak, hogy ez futszálos-e vagy nem futszálos gondolkodás, hogy ő mindig a labdához pozícionálja magát, és ennek köszönhetően ő szinte mindig megjátszható. Pont megbizottam neki néhányszor, hogy ezt nem teszi meg, de a nagy szállítban pontosan ez. Tehát a legnagyobb probléma, bárki beszél bármiről, pont a labdát felejtik el. A Nagy Ádám felfedezte, mindig a labdát látni kell, és mindig olyan pozícióba kell, ami nekem teljesen a filozófiám, hogy mindig megjátható. Ugye ne felejtsd el Barcelonába, Iniesta, Xavi, és remélem legutóbb, amikor a Nagy Ádámmal tudtam valamilyen kontaktot tenni, pont ebbe tudtam is neki segíteni, hogy ezt majdnem jól csinálja, de majdnem mindig tökéletesíteni kell, és ebben remélem tudtam neki segíteni, amikor ezt elérem. De tökéletes, amit te mondasz, én is azt mondom, hogy a többiekhez képest sokkal magasabban látja, mint más. Innen fogjuk folytatni, jön egy kis zene, reklám meg a hírek, de másodikorban Kis János további érdekes információkat fog velünk megosztani, nem jöjjetek sehova. Ez itt még mindig a Gólterápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban, a műsorvezető továbbra is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Kis János, aki még mindig itt van velünk a vonal túlsó végén. Az első órában nagyon sokat futszáloztunk, ezt nem ígérem, hogy a második órában nem fogjuk folytatni, de egy kicsit belemennék az önéletrajzodba. Ott azt írod, hogy a pályafutásod az utca, a tér és a grunt határozta meg. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy ez régen ez ilyen természetes dolog volt, ma pedig mindenki a laptopját, a telefonját, meg itt a konzolját nyomogatja. Emiatt az állapot miatt szerintem nem siránkozni kellene, hanem sokkal inkább a javunkra fordítani. Valahogy úgy próbálom ezt elképzelni, hogyha már az informatikát alkalmazzuk, akkor ezt lehetne úgy mondjuk, mint mondjuk a pilótaképzésnél a repülőgép szimulátorokat. De hogyan látod ezt nem kéne egy paradigma váltás is a siránkozás helyett tényleg valami előremutatót kihozni ezekből a technikai eszközökből? Hatalmas visszalépés van ebbe a futball. Úgy érzem, hogy beletapintottál abba. Ez az első olyan igazi kérdés, amivel pontosan valahogy a fejlődés nem úgy fogadta el tehát még mindig azt látom, hogy nem tudom, hogy miért nem látják az edzők, a szakemberek ennek az előnyét. Tehát én nekem mindig azt mondják, hogy ha én valóban igazolok, akkor az összes barátom azt mondja, van a Lamassiának egy nagyon szép videós terme, ahol átadják a játékosoknak a tudást. És én mindig ebben a teremmel jövök, és ahol egy hatalmas képernyő vagy kivetítő van, egy szuper dobogóval, 27 üléssel, amelyeket én mindig csak mint súgó rakom föl. Mert pontosan, amit te mondasz, én úgy érzem, hogy egyszerűen valamiért nem merik a szakemberek fölvállalni ennek a teljes részletét, ahogy te mondod. Én úgy gondolom, hogy az igazi képzés a tanterembe, vagy egy videószobába kellene elkezdeni. Vagyis olyan anyagokat kéne csinálni, amit ezeket a fiatal embereket, vagy akár már idősebbeket olyan dolgokkal lepjük meg, amiért el fogják felejteni nyomni a FIFA 17-et meg a többi. Hanem pontosan megmutatjuk a játék
értelmét, a képességedet hogyan tudod növelni, és értelmezni a játéknak. Ugye erre gondolták körülbelül ilyenekre. Igen, én azt gondolom, én nem is gondolom, én hiszem azt, hogy mondjuk a Pro Evolution Soccer, vagy a FIFA újabb és újabb kiadásaival nem csak fantasztikus edzőket lehetne nevelni, hanem fantasztikus taktikai képességekkel ellátott játékosokat. És minden mellett egyébként ennek még közösségépítő szerepe is van. Teljesen egyetértek, és ugyanez az egy, tehát az én vágyam. Most valami beletapintottál, mert amit írtam, amit eddig is megjelentettem, hogy meg fogom jelenteni, az pontosan ez a végterméke. Tökéletes, amit most hirtelen kérdeztél. Az én vágyam az, hogy igenis akár a szakembereknek, a játékosoknak szentire megmagyarázva, hogy mit, miért csinálsz, hogyan csinálsz, és erre képes a mai technika, el lehet mindent magyarázni, és innentől kezdve már csak a tanulási, a koncentrációnak átvételével mind az edzőnek, ne felejtsd el, hiába, tehát ugye én mondjuk egyedül vagyok, én mindig csak évi 30 játékosnak tudom megtanulni, de amikor edzőket értelmezünk erre, amit te mondasz, és ilyen szakot, tehát egyszerűen nem merik fölvállalni ezt a szakanyagot senki. Senki nem meri, hogyha valamit ír, vagy akármi, az elrejti, nem meri kirakni a közösbe, hogy egy jó vitával a legmagasabb szintre vigyük, és onnantól kezdve úgy képzést mutassuk be. De tök, amit te mondasz, ez a jövő. És megmondom őszintén, az én fejemben így is mutatkozik az egész. Ez a vágyam, és ezt végre fogom. Ha megkapom azt a lehetőséget, akkor ezt én végre fogom hajtani. Legyen így. Na, menjünk tovább egy friss hírrel, ez egy mai történet, hogy Jörg Daniel lesz az MLS edzőképzésének új vezetője. Kérdezem én, hogy most ez jó hír nekünk magyar labdarúgásnak, vagy máshogy kéne értékelni ezt a hírt? Esküszöm neked, tudtam, hogy megkérdezed. Kívántam volna, hogy egy nappal korábban találkozunk, hogy ne kelljen erre úgymond válaszolnom, mert ugye lesz ebbe mindenki, én megmondom őszintén, tehát mivel nem ismerem ezt az úriembert, például a Franz Beckenbauer jönne, akkor tapsikolnék, és néztem. Megmondom, hogy én elolvastam, hogy mi volt, kapusedző volt, meg stb. Tehát én elolvastam ezt a cikket ma, belenéztem, és azt kell mondanom neked, hogy én jobban örültem volna, hogy a tanácsadónak jött volna. Tehát, hogy kinevezzünk magyar edzőkérdésbe egy más, szerintem ilyen nincs a világon. Tehát sehol nem találnék a világba, ahol nem szövetségkapitányról beszélek, tehát az edzőképzés vezetője egy idegen ajkú, más gondolkodású, én ebben biztos nem értek egyet. De abban igenis egyetértek, hogy a magyar edzőképzést meg kell támogatni, mert ha már mi tőlünk magyaroktól nem kapnak vagy kérnek támogatást, mert van egy-kettő magyar, aki talán tudja segíteni, akkor külföldről jó példával lehet kérni. És ezek tudnak hatni a magyarok edzőképzésre, de azt mondom, megad a magyar, hát figyelj, én azt mondom, magyar ember a legzseniálisabb embertípus a Földön. Hát, hogy ide jön valaki, és szerintem nálam vagy nálunk jobban tudja, ezt nem tudom elhívni. Hát én megmondom őszintén, én azt szerettem volna, hogy ide jött kis tanácsadó, és igenis egy kicsit határozottan beleszól, és próbál jót csinálni, egy jó vitát gerjeszteni. De azt, hogy kinevezik a magyar edzőképzés adásul, most mondjuk csak azt fogja, jó, a futballnak egy nyelve van, de hát most az nem német biztos ilyen szempontból, tehát az mindenki érti. De én úgy érzem, hogy mint igazgató, vagy mint ő vezető, ez egy téves lépés az én érzetemben, az én látásomban. Mi lenne a magyar edzőképzés reformjának az ideális menete, vagy az ideális iránya? Mert azt hiszem, hogy az tagadhatatlan, hogy egy nagyon nagy reform szükséges ezen a részén a futballnak. Én megmondom őszintén, én teljesen el vagyok, belül eldöntöttem, vagy itt fölépítettem magamba, és most vegyük a német példát, de több ilyen ország, közeli országnak lehet venni, ilyen a spanyol, ahol az ottan mind a kölni egyetem együttműködik a német labdarúgó szövetséggel, és tökéletes edzőképzést tudnak mutatni. Valami történt itt 20-20-valány évvel ezelőtt, elvették a testnevelési főiskolától, nem a testnevelési főiskolát, próbáltuk fejleszteni. Azoknak a szakembereknek, aki a labdarúgó részlegbe próbáltuk fejleszteni, hanem fogtuk magunkat, elvettük tőlük mindent. Amíg 3 évig, mit mondjak, a testnevelési főiskolán lehetett egy szakedzőit elvégezni, ma ezt 3 hét alatt lehet elvégezni. Én úgy érzem, és ráadásul a 3 éves szakedzőivel ma nem lehet munkát vállalni. Ez a döntés. Míg a magyar
3 hetes grasszkusz cével munkát lehet vállalni. Itt valami, tehát azt mondom, nem újat kell hozni, hanem a régit kell megerősítve visszahatni. Tehát én úgy gondolom, hogy megfelelő szakembereket kell a megfelelő, tehát úgy érzem, hogy a magyar erdőképzés a visszaesését, hogy mindig egy ember akarta ezt megoldani. Tehát most 8 év alatt, vagy 7 év alatt 8. úgymond egyes erdőképzés vezető jött. Mindegyiknek volt elképzelés, valamit akar kérdezni. Igen. Nagyon sokan mondják azt, hogy megfelelő szakember kell a megfelelő helyre. De igazából az így, hogy nincs megnevezve, hogy ki a megfelelő szakember a megfelelő helyen, így ez igazából szerintem csak félrebeszélés, és akkor most nem akarok ezzel sértést okozni neked, csak örülnék, hogyha végre valaki neveket mondana pozíciókra. Jó. Én először is a legfontosabb, tehát én abban egyetértek, hogy mondjuk akár a Magyar Labdarúgó Szövetségbe egy olyan ember jöjjön, aki egy vállalatot, egy gépezetet el tud látni. De itt jön a lényege, tehát nem az edzőközés vezetője a lényeg, az nem, hanem ha jó csapatokat állít össze, akár koordináció, mindenfajta, az edzőképzés csak így állhat össze, hogy csapatokat nevezünk ki. Olyan csapatokra bízunk a képzést, akik a legmagasabb szintet képviselik, és a legmagasabb szinten dolgozzák ki. Én jóban voltam a legutóbbi edzőképzés vezetőjével, sokat vitáztuk, én ki is mertem mondani neki, hogy ne egyedül akarják megoldani. Tehát én mindig is a futcával magam is próbálok ilyeneket csinálni, és egyszerűen várom, hogy valaki csatlakozzon ehhez. És akkor én most itt megvalom őszintén, tehát én neked szakemberként nem tudom menni, de először is egy jó vezető kell, akit mindenkit elfogad, akinek nagy neve van, és aki mint vezető látja át, hogy csapatot kell mögötte összerakni. Tehát egy akadémia nem attól függ, hogy én oda megyek és én egy zseniális vagyok, hanem olyan csapatot álltok össze, amelyik fog működni, és mindig feljebb akarja rakni a létrát. Érted? Tehát én úgy érzem, hogy az a baj, hogy egy ember akar mindent megoldani. Most nem akar mondani, tehát ide jöhet valaki szövetségkapitánynak, lehet sportigazgató is, meg akármi, ez kevés. Itt csapatokat felállítani, amíg az ő filozófiát, ha az jó, átveszi, és utána a többibe kivetíti ezt a dolgot. És akkor így lesz 20 emberből 30, 50, 100. De az csak egy ember képvisel ezt, és mindent ő tud legjobban, az soha nem lehet a legjobb védekezés, vagy de nem lehet legjobb fejlesztés, fejlődés a következő időszakra. Most neveket várták különben tőlem, csak kíváncsi vagyok. Elsősorban igazából választ kaptam, hogy azt mondtad, hogy egy fő helyett igazából több fős csapatoknak kellene a vezető pozíciókat elfoglalni. Igen, pontosan. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát most mondok egy példát, tehát én úgy érzem, hogy a magyar edzőképzésnek biztos a testnevelési főiskola. Azt nem tudom, hogy a pro az én úgy érzem, az csak az emberekkel együttműködve, ugye az UEFA előírás, meg UEFA dolgok miatt lehet, de miért, ha Kölnben ez tud működni? De a többit vissza kell adni, tehát mondok egy példát neked, a B edzőkérdés úgy volt magad, hogy lejött, most azt mondom neked, 300 ember, vagy 150 ember lenne valóban, vagy 60, és a idegen tájra kilométerekről ment oda, majd minden hétvégén megismételte. És miért nem lehet minden megyében, mint ezelőtt 20 évvel lehetett a főiskoláton végezni a dolgot, vagy akár csináltak CB kérdést a megyei igazgatóságát, a megyei szövetségeknél. De mind eltűntek, tudod miért? Mert mindig egy ember akar szerepel. Olyan, hogy fölállították, tehát először is a legfontosabb, hogy nincs tankönyv. Tehát akár egy Csanádi írta a dolgait, és ez félresöpörte, mindenki félresöpörte. Nem azt mondta, hogy itt egy Csanádi, és ami elmúlt, azt kicseréljük benne, tehát és a mostani modern időre, hogy nem, ők majd megcsinálják az újat. És az ő nevük szerepeljen, ahelyett, hogy felhasználták volna a régi irodalmat, berakták volna az új tervezetet, felállítottak volna a csapatokat, és minden egyes megyében meglenne tökéletesen a képzet. És minden befejez 30 emberes, sokkal könnyebb, mert képzett feleletek volna, mint amikor volt, olyanon voltam tovább, ahol 1500-an voltak továbbképzés. Mondd el nekem, mit lehetett 1500 embernek tanítani. Hát igen, ez már túllépte a kritikus tömegnek a határát, az 1500. És fél stadion tele volt, a BVS stadion félig tele volt. Hát igen, egy-egy NB1-es mérkőzésen nincs ennyi ember, sajnos igen. Hát akkor lehet, hogy így kéne minden meccsen edzőkérdés kéne tartani, mindenhol 1500-2000 ember. És hát is szakemberek váltott, szakemberek mekkora dolog. Milyen jó ötlet, ez jó. Abszolút. Igazából én azt tapasztalom, hogy a szakma se feltétlen akar tanulni. Ugye amikor itt volt a Manchester Unitednek az edzője, ugye Ferguson megjelent, akkor az előadása után egyetlen egy kérdés hangzott el tőle.
Tehát, hogyha mondjuk az aktuális top edzője lenne meg Magyarországon, mondjuk Pep Guardiola érkezne Magyarországra, és előadná az előadását, és mondjuk te ott ülnél, mint hallgató, akkor te azért tudnál mit kérdezni tőle? Vagy és kérdezhetem úgy is, hogy mit kérdeznél tőle, amitől kapnál szaktudást? Figyelj, gonosz leszek, mert szerintem magával vinne. Hiába hidd el, hogy nem nézem, de egy szinte, nem úgy, bocsáss, rosszul mondom, egy filozófián vagyunk, egy gondolatot. Ő is a posztok és a akármi, amit a Fergusonról mondtál, nagyon érdekes volt, itt ugyanúgy néhány, egy 10 éve itt volt a Javier Lozano, meghívta, ő azt hiszem Kassai, amit barátom meghívta, ő intézte, hogy megjöjjön, és egy előadást tartott. Fönn van különben az interneten, lehet megnézni az előadást, és végig a dolognak egy ember kérdezett, és válaszol, majdnem azt mondom, hogy azt kérdezte, hogy reggelizett, hát tök jó volt meg minden, és akkor láttam, hogy nincs kérdés, hát fölraktam. Egy 11 évvel előtti dologról kérdeztem, utána egy 6 évvel előtti dologról, vagy 3 évvel előtti dologról, és már mondják, hogy fejezd már be, Jani, menjél már el. Hát én azért jött ide, hogy én kérdezek, én meg akarok bizonyosodni, hogy miért döntött. Érted, miért csinált, miért cserélte az angol vonat, senki nem mert megkérdezni a Fergusontól, tehát amikor szakmában benne vagy, amikor érzed, hogy miről beszélsz, és tanulni akart egy döntéséből, hogy ő ezt miért hozta, és kívülről akarod látni. Én megkérdeztem egy 12 évvel elődöntőbe, hogy kiestek a spanyolok a olaszok ellen, hogy miért nem lépett meg valamit a Havel. Így nézett mindenki, a Lozano meg szétrőgte magát, mert még mindig ugyanúgy benne volt az a dolog, amit én kérdeztem. Tudtam, hogy milyen súlyos és milyen zseniális döntés ugye lakozott ebbe a dologra. Na, itt jön a dolog. Tehát ugye van egy kis sütűség is, de pontosan nem vagyunk fölkészülve. Tehát amikor a Fergusonról beszélünk, akkor igenis úgy kell oda menni, hogy akár megjegyzek valamit, hogy kinézek el, de én majdnem vittem magammal a 12 év történetét, azt vittem magammal, és ott egy milliméter rögtön azonnal meg tudtam kérdezni, mert engem ez érdekel. Tehát itt jön, amikor látni kell az ő történetét, az ő döntéseit, hogy miért. Hát a Guardiola azt mondaná, hogy lelőne engem mindenféle, oda kéne rakni egy pisztolyt, hogy állj már le, hát már haza akarok menni, mert reggelizni akarok. Hát pontosan erről szól a dolog. Tehát amikor valami egyformán van, hogy mit miért döntött, azt pontosan kell tudni. Most én hirtelen 10-et tudnék mondani, ami olyan döntött, ami még rossz is volt. Tehát ugye, itt az Ibrát úgy igazolta le, senki sem beszél róla, hogy érezett, hogy tudok én negatívat is mondani még a Guardiolára is, hogy megjutott a Barcelonába 120 millió euróért, vagy 40 ér elbagatizálta egy év múlva, tehát jó döntés volt a Guardiolától, érted, hogy ez simán megkérdezni. Érted? Tehát ilyen, és senki sem nem merné megkérdezni, azt, hogy kötözködök. A Guardiola tudná, hogy miért, de mondjuk ez egy emberi, ugye, hogy értevet valakibe, hogy ő zseni, és mégsem tud alkalmazni a Barcelonába. Érted, hogy miért kérdezett meg, tehát, hogy mi döntött el? Hát nem is tudom, hogy vállalkozom, de remélem, igen. Hogyha egy magyar edző nem mer kérdezni a külföldi szakemberektől, akkor miért várjuk el, hogy bátor húzásokat fog a mérkőzésen csinálni, bemerje tenni Kleinhessler Lászlót? Ilyenekre gondolok. Tehát ámolunk nagyon a Storknak a húzásain, még ez külföldön teljesen természetes, de hogyha Magyarországon úgymond, és most nem tudok máshogy kifejezni magam, ha ilyen beszarja a magyar edző, akkor nem várhatunk tőle bátor húzásokat a mérkőzésen, vagy bátor taktikai ötleteket. Bevallom őszintén azért, amit a Stork lépett meg, az mindig azt mondom, meg kell, hogy 19-re lapot kérni, hát ő neki bejött. De hidd el, a futball törvényei alapján 10-szer utána nem fog bejönni, mert nem jöhet be. Tehát vannak ilyen érzések, és ez csak gratulálni lehet, de a másikban egy kicsit én elmondom neked, hogy egy külföldi edző, tehát itt, amit most a Debrecenbe, vagy a Fradiba, vagy bárhol történik, ami most ebben az évben történt, 6. magyar edző lenne elküldve. Tehát az, hogy megvédik a Dolt, az, hogy megvédik a portugál edző, az mind olyan érdekes dolog, ami nem történne meg magyar. Magyarban alig várnák, hogy ezt elküldjék. Tehát megmondom őszintén, tehát mindig a türelem. Tehát ne felejtsd el, hát nagyon könnyű azt kimondani, amikor végigment az NB1, hogy most akkor fiatalodni akarok, vagy öregíteni akarok. Hát az igazolások szerint öregíteni akartak, de most akkor mások fiatal, tehát mindig van megoldás, de hogy ő nem tudja, hogy melyiket akarja, azt nem. Tehát nem én nekem nem az Egyesület filozófiát át kell fogadni, az Ebertennek egy szép játéka volt, amit egyre jobban fejlesztett. Úgy eltűnt, ahogy kellett. Tehát biztos, hogy én azt mondom neked, hogy én nem értem, hogy a döntés mögött az áll-e, hogy megfelelni az edzőnek, a közvéleménynek, vagy magának az Egyesületnek a dolga is. Emiatt
a türelem mindig egy külföldi felé, talán több, mint a magyar edzők felé. És itt jön a beszarás. Tehát, hogy én nem merem fölvállalni, amit én, ezért kéne egy stabilabb, olyan egyesületi vezetőség, amelyik az egyesületet érzi, és nem a politikának felel meg, mondjuk egy kicsit csúnyán így mondva. Értettem, amit mondom, és ezért a magyar edzők remetnek végig, hogy ő kik lesz rúgva, és akkor mi lesz vele. Hogyha már beszéltünk az egyesületekről, én azt látom, hogy a manapság az edzőkinevezés az úgy működik, hogy megnézzük, hogy az edzőnek milyen eredményei voltak. Jó, akkor elhívjuk, és akkor csináljon a csapatunkból minél jobb csapatot, akár mondjuk bajnok csapatot. Azt nem nagyon tapasztalom, hogy elhívják az edzőt, jó napot kívánok, milyen ilyen játékot szeretnénk látni a pályán, le tudja oktatni? Tud-e ilyen csapatot csinálni? Igen, nem? Ha igen, szerződtetjük, ha nem, nem. Valahogy igazad van, mert most nem hiszed el, amikor elmentünk a Hertához, és kimentünk a Dárdai Palival beszélgetni. Először filozófiát cseréltünk. Mert nincs értelme, hogyha ő nem illet bele az ő filozófiájába. Jó, futszálos keresett, érted, tehát nem volt nehéz, de mégis cserélni kellett a dolgokat. Tehát én úgy érzem, hogy amikor Barcelonához megyünk, akkor mondjuk azt mondjuk, hogy nem egy defenzív edzőnek kell oda menni, aki nem érzi mondjuk a Barcelonának a filozófiáját, hanem a Barcelonának kell megfelelni, és ezt érteni kell. És nagyon kevés olyan edző van, aki ezt tökéletesen érti. Tehát benne is kell nevelkedni, tehát, mert most igazad van, tehát ne fejezd el, én azt mondom, azt hiányolom, de várjál, itt igazából a klubvezetésnek van a bűne, mert én azt látom, hogy akik vezetik a legtöbb klubot, annak nincs filozófiája, nem is érti a sport, nem is érti, hogy a labda körül megy a dolog. Tehát nem is ő lehet őt meggyőzni, hanem őt azt nézni, hogy politikára megfelel, jó képű, 190 magas kék szemű szőke. Érted? Tehát én magyarul úgy érzem, hogy nem a sport és az egyesület ereje dönt az ilyen kinevezésekbe. Szerintem meg egy körforgás van különben. Tehát mindig érdekes módon, aki itt nem megfelelt, az rögtön meg fog felelni a másik egy. Hát nem fog megfelelni. Mert valamit akkor rosszul csinál, szerintem. Szükség lenne egyébként valamilyen mentori rendszernek a létrehozására annak érdekében, hogy a fiatalabb vagy az újabb, tehetségesebb edzők oda kerüljenek az NB1-es kispadok közelébe vagy környékére? Én azt mondom, hogy nem is, tehát én úgy érzem, hogy eltűntek az igazi pályaedzők. Eltűntek, akik tanulnak. Hát nézd a Mourinho, hogy nevelkedett, ki mellett, nem is kell mondanom neveket, ki mellett lett, ami lett. Tehát pontosan ez hiány, én úgy érzem, hogy mit mondjak, valaki túl hamar akar oda kerülni, valaki túl gyorsan került, azt hiszi, hogy kettő meccset megnyert, akkor tud. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz, amikor ennyi végzettség van, aki NB1-es edző lehet, de mégis azt mondom, 20 edző körül, főleg amikor van 12 csapatos NB1-ünk, akkor hogy gondoljuk, hogy olyan terüljen, mint ugye ha erre gondolsz, akkor Németországban egy 29 éves fiatal ember. Különben ez se egészséges, tehát nekem mondhatják, én most megmondom, hogy a Lipcsőben is meg lesz a magam, ha három vereség lesz, akkor már másképpen fognak nézni a dolgokra, nem fogja, mert egy 29 évesnek nincs tapasztalata, hogy ezt hogyan tudja átvételni. Tehát ő is fog, őnála is jön hiba majd, tehát ilyen szempontból. Tehát azt mondom neked, hogy ott például egy mentorra szükség lenne, de lehet, hogy van, amit nem tudunk, hogy Lipcsőben mögötte lehet, hogy egy olyan tapasztalt ember, aki néha megnyugtatja, vagy fölemeli, vagy éppen a felhívja a hívákat azért. Mindig az élet törvényei alapján a 29 évben még nem élte meg azt, amit én megéltem egy kicsivel többen. Érted? Tehát magyarul a mentori mindig fontos. Tehát ma is azt mondom neked, talán a Nárdai Palinak a legjobb döntése volt, hogy olyan emberekkel rakta körül magát, akár a Nyilasival vagy bárki ennek, aki még több nyugalmat adott a dologba. És a magyar edzők ezt fejtik el. Érted? De ugyanez mondjuk lehetséges máshol, már a mostani külföldi edző már a hatodik embert fogyasztotta, aki nem felel meg neki. Tehát ez egy másik kérdés már. Említetted a Lipcse edzőjét, aki 29 éves. Én is 29 éves vagyok, és én rengeteget találkoztam az életemben azzal, hogy a korom miatt nem akartak alkalmazni valahol, pedig a tudásom meg lett volna, és mindig is gyűlöltem, hál' Istennek ezzel egyre kevesebb ezzel találkozom, de ez nem egy olyan stigma, amit így el kéne hagynunk az embernek a korai sokkal inkább a tudását nézni? Pontosan, ez nem is kérdés. Tehát én mindig azt mondom, hogy alig várom, hogy megelőzzenek. Tehát alig várom azt, hogy megjön az, aki, na mondom, Jani, most tényleg átmész, ahogy most előbb mondtad, mentorba, segített, súsz neki, csinálja ő, örögjön, és talán az Dávid Palinál ezt is éreztem. A Pali iszonyatosan jó gondolkodik, hát ezerrel profi, mint én, hát ott is él ilyen környezetben, tehát kell tudni a helyét, és lehet, hogy egyes dolgokban
én jobban tudom, magasabban tudom, tapasztaltabb vagyok, de abban a profi körülményben, ahogy ő pörök, ahogy gondolkodik, ahogy hirtelen vált, pontosan meg kell adni a lehetőséget. Tehát én ebben teljesen egyetértek veled. Van olyan fiatal játékos, mondd, ne fejezz el, mindig azt mondom neked, hogy itt kell nagyon fontosan az egyensúlyt megtalálni, mert egy 29 éves, egy 33 éves játékos közötti kapcsolatnak iszonyatos gondolatai és lépései lehetnek. Ugye említetted, ugye voltál, te vagy a híres berlini futszáledző, nagyon sokaknak így kerültél szerintem a látómezőjében, nem tagadom, hogy nekem is. Nagyon sokan kérdeztek már ezzel kapcsolatban, hogy most mi történt ott a Dárdaival az edzéseken, de talán azt még senki nem kérdezte meg tőled, hogy miért pont téged hívott a Dárdai Berlinbe. Beszéltünk, mondom, többször, ötször, hatszor találkoztunk, és talán ez hozta ki azt a dolgot a Paliba is, hogy valami újat, valami frisset akar a csapatnak adni, és azt mondom neked, a Dárdai Pali azért érdekes, kevés olyan ember van, aki fölmer vállalni az újat, és mer ebbe egy újat tenni. A Pali nyitott erre a kérdésre, és azt mondom neked, ha nem beszéltünk volna négyszer-ötször, akkor nem jött volna létre ez a találkozó. Tehát azért nem könnyű a Dárdai Palihoz oda kerülni. Biztos, hogy nekem is kellett ismerősnek lenni, hogy egy bizonyos fogig súgjon, hogy mert most lehetett volna még bármelyik másik futáledző, de ne felejtsük el, ha igazából Magyarországon nézzük, egyedi olyan edző vagyok, aki talán mert írni is és megjelentett olyan dolgokat, amit a nevét adta. És azt mondom neked, igazából mégis a filozófiai beszélgetés, ami nagyon közel és iszonyatos finom volt, és mint egy jó hölgy, mint egy jó ital, annyira jó volt a Paliba beszélni, amilyen gyorsan. Tehát még azt mondom, a Palinál a 24 óra, az nem igaz, mert ott 48-nak tűnik, érted? Tehát annyi mindent tudunk 24 órát megbeszélni, hogy 48 óra időtartalmat le tudunk 24 óra adni nyugodtan. Tehát ez a közelített, tehát mindig azt mondom neked, hogy vannak olyan edzők, és olyan, akivel megtalálni a közös hangot, az nagyon nagy dolog. Na, én ezt a közös hangot találtam meg, és talán emiatt kerültem oda, hogy tarthassak edzést a Hertánál. Látod egyébként annak az utazásnak az eredményeit már? Hát először is magamban én sokkal magabiztosabb lettem, tehát azért mindenki gondolja el, nem olyan egyszerű kimenni, és odaadnak 20 embert, ugye 20-an voltak az edzésen, és persze itt van tartsák. Mondom, Pali, légy szíves, segítség. Jani, csináld már! De Pali, de csináld már! Na most innen tényleg ki kell menni, és csinálni kell. És ő ennek a dolga, hogy egy kicsit magabiztosabb. Tehát most tudom, hogy az utam, amit csinálok, az helyes és jó. És ez a magabiztosság elkísér a mai döntéseimbe, hogyha ő fölve vállalni, és azt mondom neked, hogy nem is értem meg bent, akkor ez egy magabiztosságot ad. És azt tudom, hogy helyes úton haladok, és nem is fogok letérni erről az úton. Lassan vége van a műsornak, de még van két, mondjuk, hogy talán érdekesebb kérdésem. Nem is tudom, hogy láttam-e, olvastam-e valahol rólad, de ez biztos így hangzott el, hogy te kreatív futballista ellenes vagy. Most ezzel a mondattal szerintem most rengeteg helyen kicsaptad a biztosítékot. Meg tudod magyarázni, hogy miért van ez így? Belecsapta az én fontos kérdésembe, hogy a fontos életembe, tehát én úgy érzem, hogy amikor meghallom ezt, akkor majdnem ki is kapcsolom a tévét, amikor itt jön egy kommentátor, jön egy edző, hát ezt a kreatív futballistát keresem, ilyen kreatív. Egy edző semmelyik játékosról nem mondhatja, hogy kreatív. Mi bújik el mögött meg? Az edző előtt a játékos olyat csinál, hogy kreatív, akkor magyarul az edző nem értette azt a dolgot. Tehát magyarul besarkalta, beollózta, olyan döntést hozott, ami nem illik, ő nem tud. De várjál, tehát a kreativitásnak van egy másik pontja, amikor a csapatjáték merül föl. Tehát a futszálban a kreatív játékos nem is rakom be a csapatokba. Tönkre teszi minden szinten, tehát be van egy ugye ahogy beszéltük, támadásvetések, rögzített helyzetek vannak, hát kérdez el a kreatív futballistát, ő meg megy a maga feje után és csinál, amit akar. Érthető? Tehát ez az a, tehát be van gyakorolva egy szisztéma, be van gyakorolva egy védekezés, ő meg előre megy és elkezd cselezni mindenkit, elveszíti, gólt kapunk. Most jön a képzésnek a dolga, tehát én azt mondom, hogy amit döntenek a játékosok, én azt tanítom. Ha tanítom, akkor nekem nem váratlan. Tehát mindig azt mondom, hogy egy magasan képzett edző, amikor részletekben látja a futballt, akkor ezeket a döntéseket, amit a Messi csinál, ő, és pillanatra itt álljunk is meg, tehát Messi és Cristiano Ronaldo az érdemes, tehát láttál te a Messitől átlépős cselekvőt, bármikor is láttál ilyet? Láttál? Nem.
A Cristiano-tól láttál? Jó, rengeteget. Na most, most gondolj bele, mégis a Messi mindenfajta cirkusz nélkül ugyanazt éri el, mint a Cristiano Ronaldo, mint egy bohóc, aki ugrál a labda fölött, és mindennel megtéveszed. Tehát amit akarok neked mondani, Cristiano megtanulta, a Messi meg belülről összösen érzi ezeket a dolgok, és nem is használ ilyet. Sőt, bevonom őszintén, hát én azért messze vagyok tőlük, de én sem használok ilyet. Egyes kis átlépőket, meg ilyeneket csinálok, megtévesztőket csinálok, de a világ legegyszerűbb dolgait adhatom be, mit mondjak, látfogyotti lőm, vagy ilyen pici dolgokat, amit a Messi csinál, vagy billentéseket, amivel a Messi végrehajtja a maga dolgát. Tehát magyarul azt mondom, hogy a Messi azt mondjuk, hogy kreatív futbolista, én meg azt mondom, hogy minden döntését szinte látom. Egyet nem látható, amit a gól, ahogy befejezi a gólt. Mert volt, amikor volt olyan támadás, 15 másodpercig föl sem nézett, és egy kapufás góllal fejezte be a dolgot. Na ezt nem lehet tanítani. De minden más döntését, akkor tolja beljebb, vagy visszafordul, vagy átlépőket csinál, vagy billentéseket csinál, ez tanítható. És akkor itt jön a kreatív, ha ez tanítható, akkor számomra ez nem új. És én itt jön a kreatív, tehát én ezeket értem, és ezeket látom. Tehát nálam ilyen erővel megszűnt ez a kreatív döntés. Tehát, sőt, egy kicsit, hogy érthetőbb legyen, én hazud lódítok is, amikor valaki mondjuk beolóz egy gólt, akkor igenis azt mondom, én is ezt csináltam volna, pedig ez nem igaz. De mint edző, ezt nem mutatom, mert ugyanis az ólózást is, és ezt a helyzet fölismerését nekem tanítani kell. Tehát ott jön fejfelett, oda megyek, tettej, és innentől ez elrakom magamba, és így tűnik el a kreatív játékos az én szememben. Ne féljük, a kreatív azt jelenti, hogy valami új, valami váratlan csinál. De ne, a többi csinál nem lehet váratlan, hanem neked, mint a Messinél, törvényszerű dolgokat csinál. Billent, löbbőt magának, vagy megtévesztőt csinál. Tehát magyarul ez számomra, mint kreatívistán nem döntő. És én így gondolom ezt, tehát amelyik szakkommentátor az amelyik edző ezt használja, mert neki kreatív csatár kell, ez teljesen tévedés, mert a kreatív csatár tönkretette a csapatjátékot, és olyan dolgot csinált, amire akár rossz felé fordul a dolog. Tehát ahogy cselezünk, az nem kreativitás, hanem a cselet akár be lehet tanítani, és félre lehet hajtani. Így remélem, érthető volt, amit magyarázok a kreativitásról. Igazából így egy mondatba összefoglalva, igazából arról van szó, hogy nem kreatív játékos kell, hanem mindig a legjobb döntést meghozó játékos kell. Ez tökéletes, amit mondasz, várjál. Tehát úgy, tehát ez nem, vannak olyan emberek, akinek minden úgy. Az igazi edzőnek, a képzett edzőnek, aki teljes részletekben látja, az nem lehet úgy, hanem mivel oktatod, ezért már nem lehet úgy. Ez ha megcsináltál egy filmet, és készen van, akkor az már nem új. Valaki, aki nem látja, annak még új. Ez a válasz erre fontosra. Én a magyar játékosoknál azt látom legnagyobb problémának, hogyha már itt a cselezésről beszéltünk, hogy a magyar játékos egyáltalán nem tud cselezni. Tehát, hogy a egy az egyben a magyar védőt nem tudja megverni, akkor miért várjuk el, hogy nemzetközi szinten majd megveri az olasz jobb hátvédet, a csatárunk, vagy a támadónk? Én ennyit mondok, tehát amikor megkérdezik tőlem, hogy a futsalba mennyire tanult, hát figyelj, amikor már cselezésre kerül a sor, akkor nem jött létre a csapatjáték, és nem úgy helyezkedtek, nem megtévesztőre jött, nem, vagy az meg kényszerítőre, vagy bármilyenre. Tehát én azt mondom neked, hogy ha ide jönne a számítógépemhez, és beleülnél, akkor ezek 76 csel van mondjuk az egyik ilyen fájba elrakva. De most figyelj, tehát minden játékosnak meg lehet tanítani 1-2-3 olyan cselt, amit teljesen mértékben jól, 100%-osan végrehajthat. És ez az igazi lényeget. Nem 76 cselt kell megtanítani, mert minden játékosnál rá kell érezni arra a cselre, amit ő legjobban tud. Ahogy a Messinél látod, viszi be balra, bárki jött, szinte alig tudják elvenni tőle, mert mindig az ellenféltől távolabbi lábán vezeti, messze van tőle, mire oda, hogy a lába mindig megkockázza. Tehát vagy egy sima, egyszerű cseleket használ. Na most ezt nem mondom, tehát ezt, ahogy te mondtad azon a videószobában, meg utána a gyakorlatban ezt átadom, és megérzik, tehát ezt meg lehet tanítani, és meg kell tanítani a játékosokkal. És akkor főszabadul, akkor több lesz, mert ugye az edzőnek a legfontosabb dolga az, hogy olyan játék, amikor jön előre az edzésre, úgy menjen haza, hogy ma több lesz. És akkor ezeket kell átadni így több lesz. Hogy több legyen a játékos, és már is nem játszani fog, hanem visszajön, ha úgy értem, hogy játékkal otthon vagy akármilyen részésünknel, hanem jön a futballezés, mert többet akar tudni, és mindig azt fiat neki pluszot, akkor ezt a pluszot fogja tovább vinni. Azt hiszem, hogy ez nem titok, hogy mind a ketten ugyanak a
a klubcsapatnak szurkolunk, és rájuk van egy mondás így a médián keresztül, vagy sok szakmai ember is mondja ezt, hogy a tiki-taka játék, amit képvisel ez a csapat. Neked ezzel a kifejezéssel magánbeszélgetésben elmondtad, hogy ezzel nagyon nagy problémád van. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy eljusson a hallgatók fülébe is. Hát igen, ez a magánbeszélgetésről kijött, tehát aki a Barcelonában el nem hangzik semmilyen szakembertől, edzőtől, hogy tiki-taka meg stb. Ez teljesen egy eltévedt, ez egy olyan úgymond szakkommentátor, az nem is mondtam, hogy kommentátor inkább, vagy újságírók által terjesztett dolog, ami teljes mértékben a Barcelona játékától olyan messze van, hogy el se lehet képzelni, sőt, egy kicsit egy pillanatra eltévedett, de visszajövök a tiki-takához. Tehát, hogy érezzük azt, hogy ilyet egy Barcelona, egy Guardiola, vagy akár a Lizendik, ez soha nem kihetett a száját. Ők ezt nem is játszák, és ez egy teljes tévedés és teljes hiba. Tehát igazából mindig azt mondom neked, hogy sőt, még ott is a mai szak, de most nemrég volt egy ilyen megjelent tipot, hogy megint csak ezt fellemezték. Na most teljesen rosszul emlékeztem, hogy átlós, meg háromszög pass, meg stb. Ez egy teljesen nem ez a Barcelona játéka, az, hogyha engedik a játékot, amit most láttál az Espanyol ellen, 6 másodperces, ha kell pontra, tökéletes végrehajtással, akkor most melyiket emeljük ki? Az, hogy passzogatnak hátul, azért viszik körbe, azért próbálnak mindig akár néha a túloldalra átjátszani, vagy levetetni. Ahol hibáznak, ott megkontrálták őket, mert beáll a 98% csapat, beáll ellenük teljes mértékben. Tehát visszaáll, egyszerűen nem lehet berúgni a tömegbe, nem lehet, nagyon nehéz befaszolni, megteszik ezeket, próbálják, de gondolj bele, hogy milyen technikai és milyen gondolkodási képességnek kell lenni, hogy ebből ők jól jönnek ki. Tehát magyarul ez a tiki-taka teljes tévedés, ez azért van, mert a 98% beáll, és körbe kell passzolni, és meg kell találni azt a hibát, amikor a védekezésben hibázik az ellenfél. Különben a Barcelonán, amikor kijött a Celtic ellen, de 1-1-ben jártuk, akkor 7-0 lett a vége, ebből 2 kontra gólt kaptak, 3 térről bejátszott labdát, és 2 talán ilyet, amilyen kis passzok után megment. Tehát a véleményem az, hogy teljesen félre van értve a Barcelona játéka, én is őnek ki vagyok a híve, tökéletesen tud sokszor játszani, de az, hogy tiki-taka meg ilyen, ez egy tévedés és egy teljesen egy rossz újságírói beröltődés, és kérem a hallgatókat, hogy ne is figyeljenek erre, aki ezt mondja, mert teljesen el van tévedve, ha ilyet mond. Hát erre ne figyeljenek, de a gólterápiát hallgassák továbbra is. Kis János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én köszönöm máskor is, hogyha még sor kerül az életembe ebbe a pillanatba, hogy a következő évben is ide kerüljek, és még ennyit meg, hadd említsek meg, hogy nagyon drukkolok neked, mert van olyan kérdés, és van olyan, aki mit semmit sem tett, soha nem tett föl ilyet, és így menjél tovább a műsorodba, ezt kívánom neked. Nagyon szépen köszönöm, nekem már csak annyi dolgom maradt, hogy nagyon boldog karácsonyt kívánjak minden kedves hallgatóknak. Jövő héten azért természetesen találkozunk, tartsatok velem akkor is, további szép estét, sziasztok! Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt!